Bele is kezdünk a szerdai sztereóba, itt az otthon hangján. Nagy szeretettel köszöntöm a ránk hangolódókat, Balok Feri a mikrofon mögött. Kellemes délutánt, kora estét a 18 órás ismétlés hallgatóinak. Nagy szeretettel köszöntöm a most is minket, képpel, hanggal, figyelemmel, kísérőket. Ők a Facebookon követnek minket figyelemmel. Ez természetesen később is megtekinthető. És nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Pápai Mihályt, gyáváros polgármesterét, szervusz, köszöntelek. Szerbus és napfényes, szép napot kívánok mindenkinek! Én magam már nagyon nyári szüneti hangulatban vagyok, de hát hamarosan megállíthatatlanul érkezik a nyári szünet, nem csak a gyerekeknél, akár az önkormányzati érában is. De vágjunk bele, ettől függetlenül ezért van megbeszélni valunk. Múlt héten volt testületi ülés. Milyen témák merültek fel? Hát ugye mielőtt elindult az adás, épp akkor beszélgetünk két és fél hónap és vége a nyárnak. Már Úgy most valaki hogy... a nyár végét emlegeti, elnézést kérek a kedves hallgatóktól. ne, né, azt akartam, de mindenki készüljön föl, és start van, a pihenést a kikapcsolódásra. hát igen, hát azt kell, hogy mondjam, igazán neget rengető dolgok nem voltak a testületi ülésen. A tavalyi évi zárszámadást fogadtuk el, hogy minden száma helyére került, a maradványokat hova tegyük, hova költsük, mi legyen vele. Én nem tudok semmi beget rengető dologról beszámolni. Elfogadtuk három-négy intézménynek, vagy hát két intézménynek, és két cégnek az éves beszámolóját. Én azt gondolom, hogy teljesen nyugodt a dolog. Dolgozunk, haladunk. A város ügyeit tekintve beruházások, folyó beruházások hogy állnak? Hát a város tekintetében a folyó beruházások most úgy állnak, hogy két nagy beruházás, illetve két, két helyszínen egy nagy összességében. Beruházás éppen most szombaton 3 10 től lesz átadva, két komoly park, itt már erről többször is beszélgettünk. Végre eljutottunk oda, hogy gyálon azt lehet mondani, hogy közel 4 hektár a két terület, város két oldalán van, és nem csak egyszerűen egy játszótérről beszélünk, reményeim szerint, hanem egy közösségi parkról, ahol össze tudnak jönni a legkisebbektől a legidősebbekig. Én ö, tartottam a múlt héten, ö, múlt hét előtt nyolcadikosoknak osztályfőnek órát, 2010 óta, amit a polgármester vagyok, minden évben tartok egy ilyen rendkívüli osztályfőnek órát, ahol egy kicsit beszélek a múltjáról a városnak, hiszen nem túl régi a mi múltunk, aztán beszélek a jelenéről, az elképzeléseinkről megkérdezem tőlük, hogy ők mit ajánlanak nekünk, hogy mi mit csináljunk, és aztán megkérdezem, hogy ki hova megy iskolába, hova képzeli el a nagybetűs életét. Persze egy kicsi útravalót is adok nekik, és megkértem őket, hogy vigyázzanak erre a két parkra, hiszen ők bizonyára ki fognak oda menni bandázni, és majd később a gyermekeiket fogják ott tologatni, majd aztán később ott futnak, kocognak, edzenek, aztán ha idősebbek lesznek, akkor az unokákkal mennek ki, és ha még idősebbek lesznek, akkor őket viszik ki. Ezt majd kicsit képletesebben mondtam. Úgyhogy ez egy közösségi tér lesz, és ugye a két park egymástól légvonalban másfél kilométer, és ugye, mint ismerjük a székely viccet, az erdőn át én tudok egy rövidebb utat. Úgyhogy, tehát nem egy nagy távolság. És remélem, hogy a két település rész össze fog járni, megismerik egymást hiszen a gyerekek ö, ráunnak egy idő után arra a játszóeszközre, ami abban az adott parkban van, és a sokáig járnak oda, és ezzel a két nagy beruházással már összesen gyálon, így ö, kapásból azt mondhatom, hogy, hogy ez a kettő nagy, aztán a Millennium Parkba, az Árpád téren, a Petőfi utca végébe, akkor van a a óriás homokozó, a Bartók iskolánál van egy játszótér, a, 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 a tanuszodánál, tehát én azt gondolom, hogy most már elég jól le vagyunk fedve, le leszünk jól fedve játszóterekkel, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez a rész is is most már megoldódik a városban, és sokszor mondom, most is vallom, hogy most már ekkora beruházásokat, amiket az elmúlt tíz-egy-néhány évben tettünk, az ifjúság érdekében, a bölcsödétől, a, az iskolákon keresztül a sportcsarnok, a sportlétesítmény, a parkok, a játszóterekkel kapcsolatban, a közösségi házban is rengeteg fiataloknak szóló program van, gyerekeknek szóló program van, hogy most már az idősebbek felé kell fordulni. És ugye ez az a idősek otthona az, amit én azt gondolom, hogy egy kicsit gyorsabb, nagyobb lendülettel kell ebbe belevessük magunkat hiszen én azt gondolom, hogy az ő hátralevő életüket is biztonságosabbá és szebbé teheti. Az idős otthona még visszatérünk, visszakanyarodni kicsit a parkra játszótérre. Városvezetőként talán a legnagyobb feladat a 14 év, 14 év feletti kamaszokat valahogy lekötni. Nyilván a egyszerűbb egy homokozót, egy hintát a kisgyerekekre gondolva megvalósítani. Mi a helyzet a kamaszokkal? Hát a kamaszok biztos jól vannak nehéz kérdés ez, és én azt gondolom, hogy nem feltétlen egy városvezetőnek a feladata ez, bár a városban számtalan olyan lehetőség van, ami ide kötheti őket, de ugye nem szabad elfelejteni, hogy gyár és Pestimre egy utcájában az egyik ház az gyár, a másik Pestimre, és ebből azt szerettem volna mondani, hogy a főváros hatása azért ezekre a gyerekekre nagyon erős. Mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon. Tehát én nem tudom százalékban kifejezni, hogy 90 százalék körül van, az biztos. Hiszen sokkal több és nagyobb lehetőséget biztosít a szórakozásra, mint gyárvárosában az összes program, hogyha összerakom. Nem tudunk akkor a lehetőséget biztosítani, de akár a sporttal kapcsolatban is tudom ezt mondani, hogy ugye én a sportcsarnokban meg a sportkörbe elég sokszor megfordulok, és ott is mondják, hogy a 16-17 éves Kornál eltűnnek a gyerekek. A tehetséges gyerekek is eltűnnek a, a sportról. Nagyon nehéz őket ott megtartani, ösztönözni. Igyekszünk minden olyan lehetőséget biztosítani, hogy ott ö, mozogjanak, sportoljanak. De az is fontos, hogy a aki ismeri gyárt, az tudja, hogy a crosspálya, az a körös út kereszteződésének sarkába van a patak nullás körösi út, vasút határolja. Ennek egy részét már sikerült megszereznünk. És most van egy 1,8 hektár, 2 hektáros terület, amit az államtól szeretnék még ingyen megszerezni. Reményeink szerint ez ebben az évben jövő elejére meg lesz. És akkor egy 15-16 hektáros területről beszélhetünk, ahol a képviselőtestületnek egy ifjúság szórakozó központ elképzelése van. Ez azt gondolom, hogy kellően távol van a várostól, gyáltól, hogy ne zavarja az ott lévő életet, és kellően közel van ahhoz, hogy oda ki tudjanak menni a fiatalok, és oda ott sok mindent képzelünk el. Nyilván nem önkormányzati beruházásban, mert nekünk nincsenek 10 milliárdjaink erre, másra kellene, kell ezek a pénzek, hanem vállalkozó alapon. Mi adnánk a földterületet, és vállalkozó alapon szeretnénk egy ilyet megvalósítani. Tehát egy, -egy olyan komplexum lenne, hogy kifejezetten ennek a korosztálynak szólna? Nem, nem, nem. Hát én az, az azt gondolom, hogy ez egy szélesebb korosztály, mert ha sikerül egy Ö, jó kis hoki csarnokot odahozni, jégcsarnokot odahozni, akkor a legkisebbektől a legidősebbekig járodnak okizni. Vagy akár ugye most olimpiai szám, ez a, nem tudom, jól mondom -e, de majd megpróbálom körben én ez a kerékpár cross, ha jól emlékszem, ilyen különböző akadályokon ugrálnak egy kerékkel, pét kerékkel, meg nem tudom, hogy nem az erdőbe, meg nem egy körpályán, meg nem az utakon, hanem ilyen akadályokon ugrálnak. Ezt motorral is csinálják például. Tehát ha jól tudom, a kerékpáros az olimpiai szám vagy akár egy gördeszka pálya, ahol ki tudnak menni, akár tenisz, akár kerékpár, bolt, kicsi, nem kicsi, hát valamikor a vendéglátóegységet is kell odaépíteni. Egy csarnokot, ahol lehet különböző rendezvényeket tartani. Tehát én azt gondolom, ez ott szépen el tudna férni, és én kimerem jelenteni, hogy ez a, ez a szórakozó központ ugye az m 0 kapcsolatában egymirő embert el fog érni, és ennek realitása is van, hiszen látjuk a bevásárló csarnokoktól kezdve minden megtelik, de nagyon sok ember már hogy is mondjam, nem kirándul ezekbe, hanem vásárol, meg ehhez hasonlók, és most már egy olyan inger lehet megtámadni őket, ahol ki tudnak kapcsolódni. Akkor az együtt gondolkodás, együtt tervezgetés ez irányban elindult már, most a terület megszerzése, ami Igen. a fő kérdés és megoldandó feladat, és utána lehet tovább tervezni. Hogy említettem, visszatérünk, illetőleg újra behozzuk a beszélgetésünkbe az idősek otthonát, és ha már az idősek otthonát, akkor nyilván a szépkorúak gyáli ellátása, ellátottsága kapcsán beszélgessünk kicsit bővebben a témáról. Igen, hát ugye többször beszélgettünk erről, szépen halad a tervezés újabb lendületet kapott, mert abból a 8,5 hektáros védett erdőből sikerült egy hektárt kiszabályozni, és egy önálló helyre az is számot kapott. Testületnek eltökélt szándéka, hogy ide fogja az idősek otthonát felépíteni, és a tanulmány, ami ezt megelőzte, egy környezetvédelmi tanulmány elmondja, hogy abban az erdőben tulajdonképpen semmi védendi való nincsen és az, hogy oda építünk egy ilyen idősek otthonát, és kiparkosítjuk azt az egy hektárat, még jót is tehet annak a résznek, hiszen ki lehet parkosítani, ápoltá és jóvá lehet tenni. Ez a jövő feladata. Én azt gondolom, hogy az idősekről való gondoskodás már ugye látszik, hogy a, van egy idősek napközie gyálon, ami, ha jól tudom, reggel 8 órától délután kettőig, háromig, négyig, ki meddig van ott ö, üzemel, és amikor átvettük az egyház, mikor odattuk az egyháznak jó pár évvel ezelőtt, akkor 20-25 ember volt. Amikor visszavettük a katolikus egyháztól, a Váci ö, megyes püspökségtől, akkor 10 ember volt bent, és most is közel 30 ember van ebben az intézményben. Korszerűsítve lett, mozgássérült, ö, részek lettek beépítve, zuhanyzók, konyha föl lett újítva, meg ez hasonlók, és igény van rá, mert az emberek egyrészt nem szeretnek napközben egyedül otthon lenni. Jó, nyilván van, aki tesz-vesz a kertbe, de ugye ez minden nap nem feltétlenül szükséges. Meg, bocsánat, meg hát a társaság ugye az is lényeges, hogy ne épüljenek le, hát társas játékoznak, énekelnek, beszélgetnek, és gyerekek is meglátják, togatják őket különböző ünnepnapokon. Szükséges, én azt gondolom, egy ilyen idősek otthon egy ekkora településnek, és nincsen kétségem a felől, hogy ez hamar meg is fog telni. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy egy, egy idős otthonban ugye az egészségügyi ellátással együtt ott erre biztosan figyelnek szakemberek igen, ez úgy van képít, vagy itt orvosi szobától kezdve minden ilyesmi lesz, rehabilitáció. Tehát akkor úgy elmondanám, hogy mi az a funkció, ami ebben az idősek otthonában tervezése kerül. Ugye nyilván kezdeném avval, hogy lesz az idősek napközie, ez 50-55, max. 60 főre van tervezve. Aztán lesz egy szállodai rész, ami arról szól, hogy ugye idős ember él a Családba, egyedül vagy nem egyedül, férjével vagy feleségével, de viszont a fiatalok, a gyerekek el szeretnének menni, nyaralni, pihenni. Az idősebb ember már nyilván nem szereti ezt, nem akar sokat utazni, meg sorolhatnám. Akkor, hogy biztonságban legyenek, ők bekerülhetnek ebbe a szállodába, gyógyszeres, tehát amit mindent hoz magával, ami szükséges a, a napi életéhez. Nyilván kap ellátást, élelmiszert, mindent és hát mikor visszajön, hát a család, akkor szépen visszajön a család. Lesz rehabilitáció, ami arról szól, hogy ö, teljesen mindegy, hogy idős vagy fiatal, bármilyen olyan ö, balesetéri, sztrók, mit tudom én, ö, tehát bármilyen esemény vagy baleset, ami rehabilitációra szorul, ott szakemberek látják el, nyilván ezt térítés ellenében megy, de a család el tud menni dolgozni, nem kell otthon lenni a nap 24 órájában, és hát nyilván egy laikus ember nem tudja úgy fejleszteni azt az embert, akinek szüksége van rehabilitációra, és hát egy bizonyos idő után ugye visszakerülhet az életbe, akár dolgozhat, akár minőségi életet élhet, és hát nyilván ez is egy olyan funkció lesz, ami itt fog tudni működni. Aztán lesz az enyhedemes, akivel fogunk tudni ott foglalkozni, és van ugye az ötödik, amikor egy ilyen apartman-szerű dolgot meg lehet váltani, és ugye ott élnek, laknak. Ez nyilván lesz egy belépési költség, illetve lesz ennek egy havi díja, és ezért a díjért én azt gondolom, hogy teljes szolgáltatás, mosás, takarítás, hidegvíz, melegvíz, fűtés, hűtés, park, étkezés. Tehát én azt gondolom, hogy, ez majdnem egy szállodai szintű, nem majdnem egy szállodai szintű szolgáltatást fog kapni az ott élő, természetesen orvosi ellátással, tehát minden olyan dologgal, ami szükséges az idősebb embereknek. Alva ez a felvázolt, felfestett képet, szinte látom magam előtt egyébként a várólistákat, a realitás talajánálva egyébként ezek a szolgáltatások mikortól elérhetőek? Nyilván a kérdés az, hogy mi, mikor valósul meg? Mikor valósulhat meg? Hát igen, most a tervezés alatt vagyunk. Én azt gondolom, hogy ebben az évben az engedélyes tervek elkészülhetnek, és jövő évben elkészülhet a kivite kiviteli terv, jövő év vége fele utána meg tudjuk pályáztatni. Nyilván pénzt is kell erre gyűjteni, mert ez alsóan ilyen 5 milliárdos költségvetéssel bír, el kell kezdeni ugye a pénzt is gyűjteni erre, és hát nyilván két-három költségvetési évet is fog ez igénybe venni, hiszen ez egy elég komoly építkezés is lesz, és hát amikor megvan a fedezet, meg a tervezés, meg remélhetőleg sikerül állami támogatás, segítséget is kapni hozzá, akkor én szerintem el fog készülni. Ahogy ígértem, intézmények, több intézmény felújítása is folyik, folyt. Mit lehet erről elmondani? A képviselőtestület a költséget és megalkotásánál 16 millió pár százalék forintot tervezett be, ez minden évben körülbelül azonos vagy valamivel több intézményi felújításokra, itt nem kell arra gondolni, hogy kívülbelül kipucoljuk az intézmény, termeket festünk ki, apró dolgokat javítunk, ami nincs betervezve a karbantartásban, az éves karbantartásban. Hát ebben az évben 56 millió forintos igény jött be, és a képviselőtestület ezt átnézte, átnéztük, megbeszéltük az intézményvezetőkkel, és mintegy 33-34 millió forintos nagyságrendben ítéltünk meg lehetőségeket, karbantartási költségeket. Itt figyelembe kell venni azt is, hogy nem csak az óvoda és lefele bölcsöde, közösségi ház, városi egészségügyi központ támaszthat ilyen igényt, hanem az általános iskolák is. Az általános iskolák, három általános iskolánk van, ugye, az mind a, a, a három általános iskola 2-2 millió forintot kap, és ugye ők döntik el, hogy ezt mire forgatják, vagy fordítják, ugye ők meg szokták írni, de jóval nagyobbak az igények ott is, de nyilván a, az intézmény ilyen fajta felújítása az nem természetesen a miénk már, hiszen az állam vette át, csak a tulajdon a miénk, és ugye a működésthez az államnak kell biztosítani a feltételeket. De mivel hogy a mi gyerekeink járnak oda, gyáli gyerekek, ezért ugye szerintem minden önkormányzat talán ebben az országban így tesz, tesz valami pénzt az oktatáshoz, hiszen nem mindegy a körülmények milyenek, és ha ebben is tudjuk segíteni, akkor én azt gondolom, hogy ez egy pozitív jó dolog az óvodákban talán az egyik legnagyobb az a, ez a, hogy hívjam, ez a gumitégla, ez a 40x40-es, azt hiszem 3 centi vastag, ezek elhasználódtak az egyik óvodába és felpöndörödik, és ezt úgy döntöttünk az idén, hogy valamivel drágább ugyan, de nem ilyen gumitéglából rakjuk ki, hanem kiöntjük műanyagból, ami tartósabb, puha, ugye gyerekeknek a gyerekeknek a védelme érdekében. Talán ez volt a, a legdrágább ebben a dologban. És hát fogjuk is ellenőrizni, hogy az összes többi pénz nyilván ez is, hogy költődik el minden év augusztus vége, szeptember elején ellátogatunk az intézményekbe, és megnézzük, hogy hogy indul az év, és hogyha esetleg valami SOS-re szükség van, akkor még igyekszünk beavatkozni. Ha már az intézményekről beszéltünk túl azon, hogy az iskola ugye már nem tartozna az önkormányzat működtetése alá, fenntartása alá, de hát ettől függetlenül a gyáli gyerekek hát jó körülmények közé járjanak, ezért azért segítenek, de maradjunk az intézményi hálózatnál, az intézményi rendszernél, Ugye az elmúlt télen volt nagy kérdés, hogy melyik hatékony, még hatékonyabbá tenni a fűtési rendszereket, korszerűsíteni, szigetelni, ablakcsere. Úgy általában az intézményi hálózat hogy áll? A helyzet a következő, hogy ha már mindjárt kezdjük az általános iskolákkal, mielőtt átadtuk volna, vagy átvette volna üzemelésre az állam, mi mind a, a, ugye az adi iskolát újítottuk főleg először, az, hát ízes szerintem már lassan tíz éve is van, mint egy 560 millió forintba került ráépítéssel, a nyilázáró cseréve, hőszigetelése, jó kazánnal sorolhatnám. A másik két iskolát, az Rényit, illetve a Bartókot, azt ha jól emlékszem, hogy 5-6 évvel ezelőtt, az 360 millió forintos nagyságrendben, ők kaptak napelemet, nyilázárókat, hőszigetelést, minden ilyen dolgot, amivel ugye olcsóbbá lehet tenni az energiát, ugye akkor még senki nem gondolt erre, hogy ez lesz, ami a tavalyi évben volt. Az intézményeinket, tehát az óvodákat, bölcsödét már eleve ö, szintén ebben az új technológia, hőszigetelés, olyan téglák, nyilázárók, napkollektorokat szereltünk föl. De a költségvetésünkben az ideinkben közel 300 millió forint van, vagy több mint 300 millió forint van ö, korszerűsítésre. Ebből a legnagyobbat a városháza viszi el hiszen azon semmilyen alternatív energia megoldás nincsen. Ugye erre készülünk, hogy ez legyen. Az orvosi rendelő is ott van, ott van a közösségi ház is, és bizony az óvodákra, bölcsődére is kell kiegészítő ö, paneleket tenni. Nagyon fontos azt ö, tudni, hogy én nekem az a vélemény, ez pontosan ki kell számolni. Tehát plusz energiát teljesen fölösleges betermelni, hiszen látjuk már, hogy a világpiaci ár megy lefele gáz, villany, meg ehhez hasonlók. Én azt gondolom, hogy ez a, ugye lehet azt mondani, hogy azért, mert jön a nyár, meg tele vannak a tározók, meg én nem tudom, mi, mi, vagy nem lesz annyi használat, de majd megint fölmegy az ára. Igen, ez mindig leföl szokott járkálni, de viszont korábbi évekhez, évtizedekhez képest nem volt annyi alternatív energia beruházás, akár családoknál, akár intézményeknél. És én biztos vagyok benne, hogy ezeknél az energiaszolgáltatóknál, illetve hát gáz- és olajkitermelőknél megy a matematika. Tehát, hogy melyik az a szint, amikor már nem éri meg a, a lakosságnak ilyen 10-15 éves megtérülési időkkel számolni. És ugye ez az energia, ez majd egymáshoz közelíteni fog. És éppen ezért kell pontosan kiszámolni, hogy az az energia, amit mi megtermelünk, alternatív energia, azt el is használjuk. Tehát egy óvodában, egy intézményben, ugye pont abban az időszakban használjuk az energiát, amikor süt a nap. Hát éjszaka, meg mit tudom én télen, amikor már négy órakor sötét van, akkor már nem használunk annyi energiát. Viszont a családoknál ez nem így van. Ott napközben dolgoznak az emberek, és hétvégén este vannak otthon. És ugye, ha nincs tároló, energiatároló, akkor ez nagyon drága. Mert fölöslegesen termeli be a hálózatba az áramot, nem kapunk annyit érte, mint amennyit ér mi vesszük a villanyáramot. Jó, nyilván olcsóbbá teszi, de van, aki százszázalékban arra tért tehát, hogy ő saját maga megtermeli az áramot, bizonyára vesz tárolókat is, ami még drágábbá teszi ezt a beruházást, és nem szabad elfelejteni azt se, hogy azért évvégén van egy elszámolás. És akkor van bizony ilyen 40, 60, 70, 80, akár 100 ezer forintos is hálózat, használati díj, amit ezeknek a termelőknek, aki alternatív energiát termel, be kell fizetni. Hiszen betermeli az áramot, és kiveszi az áramot. Ezért mondom én ezt, hogy nagyon fontos az, hogy átgondoljuk, hogy milyen, milyen ö, alternatív energiákat használunk. Egy új családi ház építésénél elengedhetetlen a hőszigetelés, a nagyon jó nyílászáró, a legmegfelelőbb ö, fűtési rendszer. Ma már vannak olyan fűtési rendszerek, amely a gázt és a, a villany két kazán, egymástól különállóan, külön üzemelteti. Ö, bocsánat, rosszul mondtam, hát a villany az a hőszivattyú. Így akartam inkább mondani, a hőszivattyú és gáz. Ez külön üzemelteti. Van egy ö, agy, hívjuk így, ö, oda be lehet írni az energiának az árát, a villamos energiáját, energiáját, illetve a gázét. És ez a szerkezet optimálisan kapcsolja a fogyasztási ö, ciklus. Tehát ha a ö, villamos energia olcsóbb, Üzemelésben a hőszivattyúnál, mert azt tudjuk, hogy plusz 5-5 foknál gazdaságos, akkor a leggazdaságosabb. Aztán, ugye, amikor tér ki ezekből a tartományokból, akkor nyilván a hatások kevesebb lesz. Amikor már olyan a hatások, hogy a gáz olcsóbb, akkor bekapcsolja a gázt. Nyilván ez két különálló kazán, de még mindig olcsóbb, mint hogyha állunk paneleket, és még mellé rakunk egy hőszivattyút. A hőszivattyú nyilván az azért érdemes használni, mert azt hűtésre is lehet használni. De én mindenkinek elmondom, hogy ezt azért végig kellene gondolni, mert uh, ugye látjuk mindenütt a, a klímaberendezéseket, meg ehhez hasonlókat. De a, mit csinál a klímaberendezés? Fűt. Tehát amikor hűt, akkor fűt. Melegíti a levegőt nem 20 fokkal melegíti, hanem 30-36 fokokkal, meg 40 fokokkal. Tehát azt a külső hőmérsékletet fölmelegíti, amit ellen védekezünk bent a lakásba. Tehát lehűtjük a lakást. És ez kidobott pénz. Én azt gondolom, hogy ö, inkább, én inkább az árnyékolás az, amit ö, hát javasolnék. A passzív védelem. Hát a redőny, a fa, a különböző cserjék, bokrok ö, ültetése. Éppen ezért mi a városban egy 5 évvel ezelőtt elhatároztuk hat, hogy évente ültetünk 200 fát. Tehát most 1200 fánál tartunk, ami azt jelenti, hogy két hektár fát ültettünk el a városba a lakossággal együtt. Mert ugye arra kértük, hogy igényeljen fát, és neki semmi más dolga nincsen, csak öntözze. De nem ilyen gyufaszál fát, hanem átmérőben ilyen 8 és 10 centis átmérő fákat, 7-8 centis. És ezek javarészt meg is maradtak, és ugye ebben a parkkal is parkosítunk, rengeteg fát elültettünk, és hát én azt gondolom, hogy a, a sikerül ezt a, a, parkot is rendbe rakni majd a, az Erdősor utcában, amiről beszéltünk, ez is jó lesz arra, és ugye azt látjuk, hogy veszik az ingatlanokat, írtják ki a növényt belőle mindenféle növényt, mert építkezni kell. De nem nagyon ültetnek helyette. Éppen ezért ösztönözzük az embereket, hogy ültessen már az udvarába két vagy három fát, hiszen levegőminőség szempontjából, árnyékolás szempontjából is ez nagyon jó. És hát az építkezéseknél is a tájolást, hogy mit hova teszek, azt ugye úgy kell elhelyezni az épületen belül. Ez is fontos, egy fontos tervezői feladat, illetve hát meg kell értetni a a tervet készítetővel, az építetővel, hogy neki az miért lenne jobb. Úgyhogy én, én ezt az, az irányt javaslom mindenkinek, és akkor ez a rengeteg klímagép, meg minden lekerül a, a, házakról, vagy nem lesz használva, hiszen ha végig gondoljuk, mennyi egy nyárból az, ami olyan elviselhetetlen hőfok, melyik az az a... Melyik az a Tíz nap. 7-10 Ha megyünk három napot, akkor mondjuk 34-36-37 fok van. Az összes többi meg 30 fok van. A gyerekkoromban mindenki meg, hát a szülők is 30 fokban rangáztak. És most én nem mondom, hogy térjünk vissza, mert ez butaság, tehát ilyet mondanék. Én emlékszem, olyan hűvös volt a spejzó, pedig volt rajta egy 60x60-as ablak, mert drága édesanyám vett uh, akkoriban ez a sötétkék uh, tanszer csomagoló papír volt. És azt fölragasztotta, belülről az ablakra. És amikor levettem szeptemberbe, az barna volt, mert kiszívta a nap. De persze, ez tök hideg volt. Tehát jó idő volt bent. És hát nem kell a lakást lehűteni 22 fokra. Minek? Tehát 26-27 fokban nyáron el lehet lenni. Tehát, úgyhogy én nekem ez a, ez a meglátásom, és én mindenkit erre ösztönzök, hogy gondolja át. Fajültetés kapcsán már említetted érintőlegesen az öntözést, a locsolást, és hogy kicsit maradjunk is a víz kérdésénél. A kutakra is kitérve, amit egyébként korábban már veled átbeszéltünk, most már talán minden hallgató megnyugodott a lakossági kút használati mizéria azért véget ért, ezt azért most a beszélgetésben megerősítjük, de gyálon azért egyrészt a csőrendszer tisztításáról is beszélni kell, ugye ez még mindig folyamatban van, illetve egyéb vízügyek kapcsán történő beruházás. Igen. Tehát fontos azt elmondani, hogy az önkormányzat a saját költségvetéséből 60 millió forintért fura, fut, furatott két kutat. Ez fontos. Most nem azért, mert a, a városnak a vízbiztonsága nem lenne meg, hiszen megvan, azt is elmondhatom, hogy miért mondom én ezt. Sajnálatos módon gyálom volt egy ö, tűz, amikor a hulladék hasznosító öngyulladásban egy műanyagbálak kigyulladt, és két napig oltották. 3.300 köbméter vizet hordtak el. A javarészt, ha, ha jól emlékszem, 30 kocsi folyamatosan horta és bírta a kút. Tehát ebben nincs, nincs bajunk a kúta. De a biztonság kedvéért, most voltunk erre, volt erre pénzünk, biztonság kedvéért megfúrtuk, csináljuk. A vastanított ö, még inkább rendbe hozzuk. És ez most már, amiről beszélek, az 21-ben az államtól kaptunk 400 millió forintot. A hálózat rendetételére. Több mint 120-125 km vízhálózatunk van. Nagy átmérő, 400-astól 110-esig. Ezt mi a vastól kitakarítjuk egy géles technológiával. De, hogy ezt ki takarítani, meg kell, hogy előzze a tolózárak cseréje. Mindez azért, hogy szakaszolhatóak legyenek ezek? Így van. Meg hát lehessen a gélt Igen. irányítani. Mindenfele elmegy a gél, akkor nem csináltunk semmit. Ez a gél tűzcsapon jön ki. Ez a szivacsosnál annyival jobb, hogy nem kell szétszedni minden kötést, hanem irányítottan ki tud jönni a tűzcsapon, és környezetbarát pár napon belül szétbomlik, semmi étkezési minőségű. Tehát 250 darab tolózárat cserélünk ki, de még majd kell cserélni tolózárakat. Valamint földfeletti tűzcsapokat helyezünk el, azért, mert a földben lévőeket nem nagyon lehet üzemeltetni, ebben a lakosság, hogy is mondjam, biztonsági érzete is sokkal jobb evel a munkával augusztus végére kell elkészülni. Most ott tartunk már, hogy a kis átmérőkön, mert tavaly illetve az év elején a nagy átmérőket mostuk, most már elkezdtük település részeken a kis átmérőket mosatni. Valamint egyedülállóan az országban először ekkora rendszeren egy elektronikus úton, hagyd nem mondjam én el, mert nem az én dolgom, hanem a feltalálóké meg az üzemeltetőké elektronikus úton csinálja azt meg, amit a klór meg a hipó ö, hozzáadásával tisztul meg a víz a különböző baktériumoktól. Tehát semmilyen külső hozzáadott anyag nem kerül be a vízbe. Ezt elektronikusan csinálja, itt a jövő héten, vagy utána már megy a próbaüzem, vagy utána való héten fogjuk átadni. Maga a számítógépes rendszer is látja, mi, tehát milyen a víz, adagolja hozzá, vagy csinálja elektronikusan ezt a történetet, és a kimenő vizet is látja, hogy milyen, valamint laborvizsgálatok is vannak, hiszen a, a víz üzemeltetése ez elő van írva, hogy laborvizsgálat szükséges, nem elég a számítógép. Ugye, mert ez idáig nem is került be. Most lehet azt mondani, hogy úr is, tehát most ezt itt mi, mi rajtunk kísérleteznek? Előtt. nem rajtunk kísérleteznek, kisebb egységekben, mint például a Tűzolt utcai gyermekklinika, ez ott működik és ott is folyamatosan ellenőrzik, és el szeretném mondani, hogy ott nem csak műanyag csövek vannak ebben a klinikában, hanem, hát az is már nagyon régi, van ólom, remélhetőleg az már nincsen, de van réz, van vas, van műanyag, fenet réz, tehát mindenféle dolog előfordul, és ott kiválóan hibamentesen működik. Azonnal rá lehet nézni bármelyről, bárhonnan, és ha hiba van, ez a készülék azonnal jelzi, és az a külső lehetőség, ami ö, idáig volt, hogy hipót, klórt, adagolt hozzá, nyilván egy automata rendszer nem úgy, hogy oda ment, valaki beleöntött egy liter hipót, meg egy másfél liter ö, klórt, és akkor ettől mindenkinek jó lesz. Nyilván azt is figyelte és adagolta egy rendszer. Ez meg marad a biztonság kedvéért. Tehát kettő olyan rendszerünk van, amivel a víztisztaságot tudjuk garantálni a gyáriaknak, és a, én azt gondolom, hogy ugye próbaüzem már működik, Szerintem a, a június vége, július elején már teljesen át tudunk térni arra, hogy száz százalékig ez a rendszer fogja üzemeltetni a víz tisztaságát. És akkor még egyszer a kutakról essen szó. Beszéltünk már róla, talán adásban mondta el, hogy már azért a. a törvénytervezetet hallottad, láttad, és akkor hát, most már ez... nem volt a világhálom. Így van. Tehát nincs szükség semmilyen, a lakosság által 50 méter felett, ha jól emlékszem a mélységre, 50 méter feletti rétegekből, nem védett vízrétegből, kút általi vízkivételnél engedélyre. 2024. január 1 előtt épült kutakra vonatkozik ez tehát nehogy azt mondja bárki, valaki 25-ben, hogy a pápai azt mondta, hogy nem kell engedélyt kérni, meg nem kell bejelenteni. Szeretném elmondani, hogy a pápai gyálváros polgármester az azt mondja, hogy a törvény szövegét meg kell mindenkinek ismerni. Abban dióhéjban ez van, amit te elmondtál, de ezt pontosítani kell. De úgy tudom, hogy 24. január 1 minden kutat kötelező bejelenteni. Ezzel a kiegészítéssel. Tehát Beszélgetésünk zárásaként a legközelebbi eseményről beszéljünk, nemzeti tragédiánkra emlékeztek. Igen, de mielőtt erről beszélnénk, említettem a műsor elején, hogy harmadikán szombaton a két parkot átadjuk. A két park között kis vonat fog jönni-menni, úgyhogy lesz kapcsolatén Én hívom a gyáliakat, hogy jöjjenek és nézzük meg közösen, mit alkotott, mit épített a munka. Igen, hát vasárnap 16 órakor a Székelykapunál a, a város központban fogunk megemlékezni a Trianonról, illetve a nemzeti összetartozásról. Ide is várunk mindenkit, aki ráér, jöjjön el, hiszen nagyon fontos ezekben az időkben az összetartozás és az összekapcsolódás és az összetartozásnak a hangsúlyozása. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hogy ellátogattál hozzánk, további szép napot, és a kedves hallgatóknak mondom, ha lemaradtak a beszélgetésről 18 órakor akkor az ismétlést meghallgathatják itt a 93.4-en. További szép napot neked! Köszönöm szépen, én is neked és a hallgatóknak is további napsütéses szép napot kívánok!